Isten hozott mindannyiunkat, és néhány jó szava. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sok embert megérített ez a hívó szó. Ugye Mihályról, egy hatalmas lényről, korunkat meghatározó lényről, lénységről lesz szó. De mielőtt erről így részletesen beszélnék, azért egy-két dologban meg szeretném ezt előzni. Ugye ennek a mai estének, aztán holnaptól ugye Pécsre megyünk, és ott folytatjuk ezt a Mihály ünnepet. Ennek az egész hétvégének van egy nagyon erős karaktere, egy olyan, talán egy szóval jellemezhető mi volta, amit úgy hívhatunk, hogy változás. Ugye ez a bennünk lévő változás igénye, és a körülöttünk lévő világból visszatükröződő események alapján a sorszerűsége is. Tehát ez a kor, amiben most élünk, ez egy olyan világ, ahol Isten igazából a lelkünk mélyén mi már megérettünk arra, hogy a változások útjára lépünk, az önismereti útra. Tehát minden lehetőségünk megvan, és fel is vagyunk rá készülve. Nyilván az a életmód és az a helyzet, amiben mindannyian vagyunk, tehát egy elég sűrű életet élő átlagember, ezt minden pillanatában próbálják adályozni. De alapvetően úgy tűnik, hogy ez a korszak embere, az felkészült a változásokra. Ugye, az biztos, hogy ha megnézzük a mai kor emberét és körülményét, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember, ami véle, az jól látjuk, hogy nem az, mint amire hivatott, viszont amivé válnia kell, az meg tovább már nem eludázható. Vagy egy másik oldalról, hogyha szeretném megfogalmazni, akkor kicsit szigorúban akkor azt mondanám, hogy tehát a mai kor és ez a civilizáció ebben a formájában az Istenek számára nem vállalható, számunkra meg nem érhető. Tehát itt vagyunk a szakadék alján, ahonnan elvileg már csak fölfelé vezet az út, és a mi felelősségünk az, hogy rátalálunk erre az útra, és most tényleg tudjuk már azt választani, ami innen fölfele visz. Ugye ennek a hétvégének ugye ez lesz a fő kérdése. Mert azért azt mindannyian sejtjük, hogy az egész világ egyfajta ilyen változásban van. Mondhatjuk azt, hogy egyetlen stabil dolog van az életünkben, az pedig a változás. De mégis vannak esetek, vagy helyzetek, ahol egy-egy fogalom az életünkben ugye nagyobb fajsúlyt kap. Tehát kicsit több lesz a jelentése. Most ez a változás, ezt így kell érteni, hogy mindenhonnan rés alatt vagyunk, és nagyon úgy tűnik, hogy változás előtt állunk. És hogyha nagyon őszinték akarunk lenni magunkkal, és ha lehet, hogy mélyre nézzünk, akkor nem hiszem, hogy valaki is azt gondolja, hogy itt egy ilyen nagyon békés, nagyon nyugodt, nagyon örömteli változás előtt állunk. A lényeg az, hogy ez a dolog ezért ugye nem dőlt el, tehát hagytunk át, hogy hogyan megy tovább ez az élet. Furcsa, de ilyen hétköznapi egyszerű embereken is. És az, hogy ez hogy fog végbe menni, és hogy mi mit tudunk ebből enyhíteni, vagy változtatni, az tényleg egy óriási felelősség. Egy ünnepet szeretnénk tartani, Mihály ünnepét, de most azért föltenném a kérdést, hogy tudjuk-e a mai világban, hogy mit jelent az, hogy ünnep. Tehát én azt látom, meg azt gondolom erről az ünnep fogalmáról, ugyanúgy, mint az életünkben egy sor olyan fogalom, ami nagyon nemes és nagyon magas tartalommal bírt valaha, azt hagytuk, hogy egy kicsit kiüresedjen. Az ünnep fogalma is egy ilyen picit elhanyagolt, egy kicsit ilyen jelentés tartományában elszürkült valami lett belőle. Ha most mégis ünnepet szeretnénk tartani, akkor csak kéne a lelkünket is emelni hozzá, és először egy gondolatban érdemes visszamenni azokhoz az időkhoz, amikor még ezt tudtuk, hogy mit jelent, és ez nagy segítség, ez a szent időben, szent helyen elgondolás. Tehát értelmezni kéne azt, mit jelent, hogy szent hely. Ugye Szőke Lajos radiasztéta több mint 20 évvel ezelőtt a könyvében megírta, hogy tehát ő ilyen pálcás módszerrel kereste a szent helyeket, és mérte az energetikáját, hol vannak kivételesen erős erőterekhez, és szerte a nagyvilágon talált ilyet. De ami nagyon izgalmas most számunkra,
hogy arra megállapításra jutott, hogy minden templomnak az oltára az legalább egy vízérkereszteződés, de minimum egy lejvonal csomópontban is van. Most ugye a Föld energetikájáról mi már tartunk kurzus, Pál István Zsolt barátunk elmesélte, hogy működik ez. Most ebben nem mennék mélyebben bele, de azért annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy magának a Földnek is, mint élőlénynek van egy hasonló energetikája, mint az emberek. Nem volt olyan, de azért mondjuk az, hogy hasonló. Neki is vannak ilyen finomabb testjei, és az a láthatatlan erőtér, ami körbeveszi mink az embert is, amit aurát is nevezhetnénk, hogy ez a Földnél is megvan. És a Földnél úgy kell elképzelni, hogy Pál István Zsolt is jól elmondta, tanította nekünk, hogy ezeken erővonalak, különböző típusú erővonalak. Ugye ez a szennyvölgy struktúra, lej, Hartmann háló, vízér, és hogy ezeknek az a jellemzője nagyrészt, hogy polaritással rendelkeznek, és egyik irányban a másik irányban tart egy energiaszt mező. Tehát van egy áramlás bennük. Ugyanúgy, mint az elektromos áramban, két ellentétes pólus között kialakul egy áramlás. És akkor, amikor ezek a erőterek metszik egymást, akkor ott felborul ez a polarizáció, és ott gerjed egy tér. És hogyha minél több ilyen csomópontban találkoznak ezek az erőterek, akkor annál hatalmasabb erőtér keletkezik. Ez azért izgalmas, mert hogy amikor az ember keresi a Jóistennel, vagy a szellemvilággal való kapcsolatot, akkor azt tudnia kell, hogy ezek az erőterek fizikai szinten képeződnek arra, hogy ennek a lehetősége megnyíljon. Tehát ez a szent hely, mondhatnánk így. Ez van sok helyen a világban, de nyilván minden templom oltára véletlenül pont egy ilyen. Akkor a szent idő, hát az is rémesen egyszerű, mert hát hogyha majd mindjárt beszélek egy kicsit az ünnepi évkörről, tehát azért a napfordulóknak a üzenete még a mai napig azért hat ránk, és azt nagyon jól tudjuk, hogy ez egy ilyen csillagászatilag ilyen jelentős változás, az milyen hatása van ránk, és hogy most már azért elég régóta járunk ebbe a szabad értelembe, és tudjuk, hogy ennek pontosan milyen történései vannak, és mi van a háttérben. De hogyha csak most annyit mondok, hogy ugye a két napforduló, akkor van egy háromnapos intenzitás, amikor váltunk egyikből a másikba, amikor a legnagyobb sötétségből hirtelen három nap alatt szépen elindul a fény felé az élet, és fordítva, hogy ezek olyan jelentőség teljes csillagászati események, amik amióta világ a világ, minden kultúrában kiemelkedő fontossággal rendelkeztek, és ehhez mindig ünnepeket társadtak. Egy olyan hatalmas eseményről van szó. Tehát, hogyha most összekötjük a kettőt, tehát van egy olyan helyünk, ami energetikailag gerjesztve van, és van egy olyan csillagászati együttállás, ami ilyen meghatározó az életünkben, akkor ugye egy kapu keletkezik a ég és a föld között. Egy lehetőség, amit az ember elvileg ki tudna használni. Na most, hogyha ebbe a térbe belép ugye a beavatott, később a felszentelt pap, szóval akkor, amikor ezen a helyen a csillagászatilag megerősített esemény kapcsán ő megszólalt, beavatott, nyilván akkor ő egy valóságos égi csatornává vált, tehát ő tudta közvetíteni az isteni üzeneteket. Ugye nagyjából az ünnepet, hogyha akarjuk így körvonozni, akkor ez szerintem egy jó keretrendszer, ebben már lehet gazdálkodni. De hát nézzük meg, hogy a mai ember az most hogyan ünnepel. Hát a testével ünnepel. Jókat eszik, viszik. Ugye az evés-ivás. Táncolcsön. És általában az evés-ivás az egy mértéktelenség is párosul, tehát nem csak eszegetünk egy picit, meg iszik. Nem egy ilyen magas konyha, gasztró kis csipegetünk. Hát a magyar ember, de amúgy az egész világon ez egy nagyon népszerű dolog. Tehát ugye a testünkkel ünnepelünk. Ugye elhagytuk a szent helyeket, a templomokat. Nem mondom, hogy teljesen ok nélkül, mert nyilván a hivatalos egyházak nem tudták követni azt a változást, ami az emberben történik. Tehát nem tudtak minden korban alkalmazkodni ahhoz, ami ez kellett volna és szükségszerű lett volna az ő tudásokat is megújítani. Tehát van ennek alapja, bár én azt gondolom, hogy ez ilyen nézőpont kérdése, tehát aki egy bizonyos szint után keresi az isteni kapcsolatot, azt megtalálja itt is. És az egy órás együttlét, az még mindig messze magasabb szinten van, mint egy csomó olyan dolog, amit az ember hétköznapi szinten minden. De ettől függetlenül tény és valahogy elhagytuk a szent helyeket. Hát
elvesztettük ugye a tudásunkat, a természettel való kapcsolatot, abszolút elvesztettük, ugye a csillagvilággal való kapcsolatunk megszűnt, nem tudjuk pontosan, hogy üzennek nekünk ezek az események. Tehát nincs meg az a jelentősége, ami miatt mi ezt komolyan vennénk. És hát való igaz, hogy a beavatott sem a régi. Tehát minden területen van egy ilyen visszahúzódás. Tehát szép lassan deszakralizáltuk az életterünket. És most újra kell gondolnunk azt, hogyha ünnepelni szeretnénk akár egy néhány ünnepelünk, azt hogy kéne csinálni. Hát azért azt hozzátenném, hogy a szent helyek azok nem úgy keletkeztek, mondjuk egy templom oltáránál, hogy a Jóisten kitűzött egy keresztet való, és akkor a építészmérnök pont oda tervezte, vagy oda építette, szóval hogy nem egészen így történtek ezek. Erre nem olyan régen jöttem rá egy ilyen lelki-szellemi élmény kapcsán, hanem ezek az előterek, ezek mindig a közösség, az Isten kereső közösség tiszta akaratából rendeződtek oda, és a földanya, a föld szellemisége rugalmas, erőteri viszonyával összefüggésben. Tehát oda rendezte a föld nekünk az előtereket, ahol az Isten való kapcsolat igénye egy közösségben felmerül. Ugye az ünnep így teljesedik ki, mert ez is fontos, hogy nem elég a megfelelő időpont és a hely, meg a beavatott, ugye ez a közösség kellett. Tehát az ünnep az mindig egy közösségi megülés volt. És hát az ünnepnek volt még egy sajátossága, az, hogy az ünnepre készültek az emberek. Úgyhogy nem tudom, hogy most hányan jöttünk el úgy ünnepelni, hogy mint ahogy régen, tehát most a legnagyobb ünnepünk ugye az a húsvét, és ugye ott volt egy ilyen komoly bőti időszak előtte, nem tudom hányan szokták komolyan menni, az is egy kicsit persze mulatságos, ahogy az egyház megszokta szabni ezt a bőti kereteket, hogy csak kétszer legyünk és csak egyszer akjunk jól, szól az egy jó bőt, az nem erről szól. Tehát nyilván, hogyha valaki bőtel szeretne készülni egy ilyen evés nélküli bőtel, akkor azért azt kell tudnia, hogy ugye az evés és az a folyamat, amivel mi földolgozzuk az ételt, tehát ez erősen a fizikai szinthez húz. Tehát a mi röközködöttségünk az evésen keresztül maximálisan jól működik, és ugye ezeket az erőket, az emésztés folyamatokat megszüntetjük néhány napra, akkor egy hatalmas változás áll le az ember testében, a szellemében. Tehát aki próbált már 7-8 napos bőjtöket, azt tudja, hogy a érzékszervek teljesen más minőségben működnek. Már csak az öt érzékszerv teljesen más lesz. Akkor megindul az álomvilág, ami amúgy általában nem nagyon tud olyan szépen működni, és egy sorolhatnám. Tehát, hogy nyilván ezek voltak a bőjtnek az igazi nagy jelentőségei, hogy egy olyan erőteret hozott az ember a templomba, ami már nem annyira a fizikai szintről indult. És amikor ment az ember a templomba, akkor ezek a közös éneklések, ezek a közös imák, ezek ugye ráhangolták az embert. Tehát megnyitották a lelkét arra, hogy ő is befogadójává váljon ennek a isteni közvetítésnek. Tehát így együtt igazából ez volt régen az ünnep. És hát most nem tudom, hogy hányan jöttek úgy, ahogy majdnem én is, hogy sietősen, és akkor az oda kell érni, meg hogy nyüzsög az ember hátterében az napi teendő. Tehát nyilván ez akadályozza azt, hogy az embernek a lelke menjen az ünnep felé. Úgyhogy én először gondolkodtam egy meditáción, de aztán elvetettem, hogy nem menjünk ilyen mélyre most, de a következő alkalom hogy az október 25-én lesz. Ugye a magyar keresztény beavatási útról szeretnék beszélni. Az ennek alapján, amit majd mondok el fog épülni, most el fogom mondani, hogy miért magyar, miért keresztény, mi az, hogy végén most mi a beavatási út. Na és ott talán, hogyha ezt folytatjuk ezt a közös munkát, aki majd vállalja, ott lehet, hogy majd megkísérünk egy meditációt az elején, ami jobban ráhangol arra az eseményre, ami ott fog történni. Most viszont azt gondoltam, hogy legalább a nevében legyen meditáció, mert ugye ez a meditáció, de most nem fogom végigcsinálni azokat az előkészületeket, ami egy igazi meditációnál szükséges, de mégis arra fog mindenki kérni, hogy egy picit lazuljunk el ebben, hogy felolvasom ezt a néhány meditációt, akkor azért ugye, a szívünket megérintsen. Úgyhogy azt javaslom mindenkinek, hogy helyezkedjen el kényelmesen a széken. Nem fog bemenni alfába, de egyáltalán csak az, hogy egy nyugodt
dolog. Ez az egy perc legyen egy picit nyugodtabb, mint ami eddig volt. Aki gondolja, becsukhatja a szemét, a kezeket lehet nyugodtan lerakni a combra, lehet fölfele is tartani. Aki úgy gondolja, hogy erősebbet szeretne, az, hogyha hasára teszi, hogy az alsó erőközpontra teszi a két kezét, ugye a két tenyér az kapu, ugye a koronacsapásnak a megfelelője, például bezárja ezt az alsó erőteret, akkor egy ilyen nyugalmi állapot keletkezik. És hogyha ha a légzést odahúzzuk, tehát megpróbálunk hasba lélegezni, ott a kezünk van, akkor ez egy sokkal könnyebb állapot lesz, tehát könnyebb lesz lángolni erre a néhány mondatra, amit el szeretnék mondani. Tehát most arra kérik mindenkit, hogy néhány pillanat erejéig gondoljon vissza arra a sok mindenre, ami ma történt vele. Tehát, hogy hány emberrel találkozott, hány helyen volt, volt-e benne konfliktus. Egy rengeteg nyüzsgés, sok beszéd, sok történés, sok cselekvés. Most egy-két percig gondoljunk erre, csak egy pillanat erejéig inkább, mint egy-két percig. Akkor gondoljunk arra, hogy ez egy akaratunkból adódóan, ha kell, akkor ez most el tud belőlünk tűnni. Gondoljunk arra, hogy a lábaikon keresztül földbe ezt kis csomagként összeraktuk, és elengedjük, és azt mondjuk, hogy erre most nincsen szükségünk. Ebben a pár pillanatban semmiképpen is. Gondoljunk arra, hogy lábunkon keresztül földanya befogadja ezeket a fáradt, nem ide való dolgokat. A légzésünket próbáljuk nyugodtá tenni, egyenletes, folyamatos, lehetőleg lassú, de ami még kényelmes, olyan lassú. És akkor felolvasom a néhány meditációt. Lelkemet mindig tisztán tartom a jövőből felém áramló nehéz események félelmétől. Mély bizalom él bennem, érzésben éppen úgy, mint érzékelésben. Bármi történhet és bármi történik, teljes nyugalommal fordul. Tudom, hogy minden, ami felém áramlik, egy bölcsességgel teljes világrendből fakad. Ebben a korszakban meg kell tanulnom abszolút bizalommal élni. Minden egzisztenciális biztonság nélkül. Bizalom él bennem a szellemvilág mindenkor jelenlévő segítő erejében. Az egyetlen létező segítség, hogy reményemet és bátorságomat nem adom fel, akaratomat fegyelmezem, és magamban az ébredés lehetőségén munkálkodom minden reggel és minden este. Köszönöm szépen, ennyi volt a ráhangolás. Nyilván, hogyha majd nálunk is a mi kis közösségben tradíció lesz az ünnep, a többi is, hogy erre készülünk, akkor hát majd lehet jobban készülni, vagy bízom benne, hogy majd jobban is fogunk. Tehát maga az ünnep évkör, amit egy elkezdtem érinteni, ugye ez nagyon szép dolog. Nagyon kedves barátom, Molnár Jóska bácsi, aki 87 éves, az idén már nem tudott velünk lenni sajnos ebben a munkában, pedig ő alapozta volna meg a folytatást, tehát ő a magyar néphagyomány útján mutatta volna be az ő, ahogy szokta mondani, az esztendőkörös változásrend, és a, vagy ahogy máshogy is mondja, a fény és az árnyék változásrendjét. Ebbe belekezdtünk ebben a munkába, de nem tudtuk befejezni betegségei miatt. Hát sajnos folytatunk el, tehát most az ünnepi évkörön úgy megyünk tovább, hogy a magasabb szellemi tartalmakat próbáljuk segítségül hívni. Aztán lehet, hogy majd pótoljuk ezeket a hiányosságokat. Minden esetre ugye Mihály, mindjárt kiderül, hogy nem csak az a Szent Mihály, amit berakunk az ünnepi évkörben, de mégis azért el kéne helyeznünk, mert nem véletlenül van most ennek az ideje, szeptember végén. És hát mielőtt az ünnepi évkörnek ugye a nagy körkeresztjét értelmeznék, csak érintőlegesen már nem ez a fő téma, tehát ugye a két napforduló és a két egyensúlyozó erő, ami a két napi egyenlőség. Előtte érdemes egy másik ritmikát befogadnunk a lelkünkbe. Ugye ez a zodiákusi erőtér, ami egy születésünk pillanatában, mint pecsét, ránk nyom egy olyan
végtelenül bonyolult, de mégis teljesen egyedi bélyeget, ami alapján egy ember egy mindenleg olyan, amilyen. És ugye egész életünkben adja az új lehetőséget, mindig megy tovább, mindig van egy kör, és ugyanazok a pontok sorakoznak fel, és mindig megadják az új megélés lehetőségét. Maga az idő adja a spirált, ugye ez az élet alap motívuma. De van ennél egy sokkal egyszerűbb ritmika, nem mondom, hogy fontosabb, de talán még a másiknak is az alapja. És ez az emberi légzéssel van összefüggésben. Az ember is, hogy bemélegez, befogad energiákat és különböző kiadja magából a felesleget. Csak az oxigént tudjuk értelmezni a mostani tudásunk szerint, de gyakorlatilag a környezettel ez egy élő kapcsolat, amikor az ember lélegez. És a Földnek is megvan ugyanez a hibe ritmikája. És a téli napfordulótól a nyári napfordulóig, hogy a Föld egy intenzív kilégzésben van. És ugye a nyári napforduló után meg visszahúzódik önmagába. Most amikor a kilégzés állapota történik, akkor érdekes módon, hogy akkor szökken szárba a természet, robbanásszerűen. Tehát itt nekünk a fizikai szint az a csoda, de közben az ő lelke, a Földnek a lelke, az tovább megy a csillagvilágba, hogy ott az Isten instrukciókat begyűjtse. És amikor a nyári napforduló után a Föld lelke is elkezd visszatérni önmagába, és ugye akkor a természet pont pusztulás útjára lép, tehát egy ilyen visszadállókodás van, akkor hozza vissza az emberiség számára azokat a bölcsességeket, amiket kint a csillagvilág lényiségeiből, erőteléből, az isteni világból, úgy tetszik, összeszedett. Tehát ez a légzés úgymond a Földnél is megvan. És most így kicsit könnyebb lesz értelmezni az évkörben azt, hogy ugye az egyik oldalon ott van Szent György, a másik oldalon meg ott van Szent Mihály. Ez a két figura, ez ugyanaz. Tehát egy dologról van szó, de olyan gyönyörű, hogy a magyar néphagyomány is ilyen szépen berakta két oldalra. Csak amíg a Földnek a kilégzése van, és robban a természet, és azt mondja Szent György is, hogy le kell győzni magadban a sárkányt, na de hát akkor milyen sárkányt kell győzni? Hát ugye az emberi vágy természet, ugye a fizikai szintnek a próbáiról van szó. És hát amikor Mihály időszakban a Föld, amikor belégzés állapotában van, visszavonul önmagába, hozza az isteni bölcsességet, akkor már nekünk nem a fizikai szinten kell megállnunk a helyünket. Hát ott inkább a gondolatainkat, tehát a lelkünk, szellemünk tisztaságával kell foglalkozni. Tehát ez a két pólus, ez így sokkal szebben és jobban értelmezhető. Ugye mind a kettő ott kezében ott van a kard, a pengeéles kard, amelyik ugye elválasztja az igazat a hamistól, az éltetőt az életellenestől, és hát Mihály kezében most az a kép nincs itt, de a plakátokon ott volt a mérleg. És majd később megnézzük, hogy miért. Az a kép, az a székelyderzsi templomból van, de most, hogy megyünk holnap Pécsre, ugye akinek lesz rá ideje, még megnézheti Cserkuton, több kilométerre Pécstől, van egy templom, egy ilyen látható templomon, teljesen ugyanaz a kép van Mihály kezében. Ugyanúgy ott van a Mihály kezében a mérleg, egy glóriás kisgyerek elbillenti a mérleget, és a másik oldalon ilyen szörnyetegek vannak a serpenyő másik oldalán. Ugyanaz a kép. És mellesleg Szent György is ugyanott van egymás mellett a két falon. Tehát nyilván Mihály kezében mérleg van, hát ugye mérleg időszaka is van. Tehát ő rajta, ő egy kapu. Tehát Mihály amúgy is kapu, majd beszélünk róla, hogy az ünnepi évkörben is egy kapu a későbbi megértésekhez, mert nem kell még a szelvjavatot sem, itt a pusztán a tiszta gondolat által meg tudja az ember érteni azt, hogy hogyan kell elindulni az önismeret úton. De hát ha megnézzük ezt a lényt, akkor látjuk, hogy Mihály után nem sokkal halottak napja van például. És megfigyelés az, hogy az emberi lélek, amikor bejárta az útját, akkor nagyon szeret ilyenkor kilépni a földi világból ebbe az időszakban. Tehát sokkal többen távoznak ebbe az időszakban, mint máskor. És hát Mihály az életünk is elmélegedheti. Tehát ebben ez az időszak, ez a néphagyományban és az elszámolás, ugye a számvetés a volt. Tehát az újévi fogadalom az csak ezután jött. Itt derült ki az, hogy
hogy mivel tudunk gazdálkodni, mink van, hogy fogunk belemenni mondjuk a téli mélységes időszakában. Szamihály, ez egy ilyen, hogy eddig mit értél meg az évben, de akár eddig mit értél meg az életedet során. És hát Mihály kapuja azután advent felett visz, és hát mindenkinek érdemes föltenni a kérdést, hogy felkészülünk-e, vagy felkészültünk-e a Jézusi születésre. Ugye a 13 szent éjszakára, amelyik egy ilyen mikrokozmikus beavatási út, ugye az adventi hetek próbájára, a négy hétnek a négy próbájára felkészültünk el. Ugye erről majd nem sokára részletesen fogunk beszélni az idén. És hát felkészültünk arra, hogy ugye advent időszaknál a bölcsesség misztériumából eljussunk vízkeresztig a szeretet misztériumáig. Tehát Mihály időszaka erre nagyon alkalmas, hogy vizsgáztassuk magunkat, hogy felkészültünk-e mindenre. Ugye Mihály korszellem megértéséhez nem könnyű dolga most a mai embernek. Ugye ez a háromdimenziós tér és az öt érzékszerv korlátai, ezek nem annyira előnyösek arra, hogy egy ilyen lényiséget megértsünk. De hát éppen ezért Mihályt egy erőtérnek érdemes elképzelni, egy magasabb frekvenciának. Egy olyan magasabb frekvenciának, ami időről időre, mint naplény mellesleg, áthatja az egész emberiséget. Ugye a hét arkangyali minőség durván 350 éves ciklikában mindig egy-egy arkangyali minőség hatott át az emberiséget. És hát Mihály a legmagasabb, tehát Krisztus után a legmagasabb szellemi lény, és most ugye 1879 óta ebben a korban élünk, a mai napig. Ugye a nagy emlékezet az dátum szerint is hát emlékszik az ő tevékenységére, hát nem a idők kezdetéig, de nyilván ki lehet számolni. Ugye Krisztus előtt 3081-től egy 350 éves intervallumban, Krisztus előtt 601-től szintén egy nagyjából 350 éves időtartamban, és Krisztus után 1879-től, tehát most már nem arkangyali minőségben, mint eddig, hanem korszellemként, arché minőségben van rá nagy hatással, mert a szellemvilágban történt egy esemény, ami alapján maga Mihály, arkangyal is próbán esett át, és magasabb szintre jutott ő is. Tehát a szellemvilágban is van fejlődés, és most már korszellem arké. És ahhoz, hogy ezt a történetet tovább tudjuk vinni, és jobban meg tudjuk érteni, hát egy bibliai történetre lesz szükség. Ugye János jövendőléseiből a Jelenések könyve 12. fejezetét felolvassák, mint Éva. Az égi asszony és a sárkány. Az égen nagy jel tűnt fel. Egy asszony, ő tüzete a nap, lába alatta volt, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen. Egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egy harmadát, és a földre szólta. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihet megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták, és az Isten trónja elé tették. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Mihály legyőzi a sárkányt. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, és nem volt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor halsány hangot hallottam az égben.
Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fülkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk szavaival, s nem kímélték életüket halálukig. Ezért örüljetek egek és ti, akik benne vagytok. De jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van a hátra. Köszönöm. Nos, hát a bibliai jóslat az 1879-ben megtörtént. Elég pontosan dolgozik azért az isteni gondviselés. És hát ez a hatalmas lény, ugye a múltban különböző neveken szerepelt. Hát a régi védákban Indra figurája, akinek történetében feltéti a hegygyomrát, legyőzi a sárkányt és életbe hívja a napot, a hajnalt és a csillagokat. Vagy Zarathustra 30 éves korában találkozik egy nálánál 9-szer hatalmasabb szellemi lényel, Bahumánóval, aki beavatja őt a naptudásba. De ugyanígy elmarzik a káldei napkirály, és Apolló görög a napisten, ezek mind Mihálynak egy-egy arcai. És most itt vagyunk ebben a Mihálykorban, az utolsóban, számunkra utolsóban, ahol ő megtette azt, amit meg kellett. Ugye letasztotta az égből a gonosz erőket. Ugye írja az írás, hogy az ördögöt és a sátán. Ugye a magyar néphagyomány az ördögöt a szördögnek hívja, a másikat pedig ármánynak hívja. Tehát Arimán. Tehát a magyar néphagyomány az teljesen tökéletesen az ősidőktől kezdve tudja, hogy ezt hogy hívják, ezt a másik erőt. Ugye Lucifer és Arimán. Lucifer a vágy és a káprázat példelme, Arimán a hatalom és a halál példelme. Ezek itt vannak közöttünk, és ez azt jelenti, hogy itt vannak közöttünk, hogy valahol itt vannak közöttünk, és vagy találkozunk velük, vagy nem, hanem az, hogy hatalmat adtak felettünk. Tehát mondhatnám azt is, hogy itt vannak bennünk. Tehát a szellemvilágban eldőlt az evolúciós sorsa, de itt most még azért nekünk egy-két próbát ki kell állni, mondjuk azt kérdően. És az, hogy ez mindenképpen megjelenik a fizikai világban, az gondolom sejthető. És most végig is kell mennünk egy nagyon pici kis történetkitekintől, ezt nem fog mindent elmondani, mert ez egy nagyon súlyos 150 év, vagy nem tudom mennyi volt, ami minden korszak óta van. Tehát azért ez elég sok olyan eseményt hozott, amit így hosszú oldalakban lehetne csetelni. De azért úgy Diógéban. Ugye 1879 az a másik ipari forradalom időszaka, tehát az a sorozatban gyártás, képesítés. Tehát ott kezdődött el valami, tehát ott kezdett ez az üzleti modell ilyen nagyon fontossá válni, ugye a legkisebb befektetés a legnagyobb haszon. Talán innen indul az a hallatlan tőke koncentráció, ami a mai napig tart. Tehát akkor ez a sorozatgyártás és képesítés hozzá csatlakozott a világkereskedelem, és azok a cégek, akiknek amúgy is már az anyagi világ fele volt az irányultságunk, tehát egyes embereknek, érdekcsoportoknak az anyagi haszonszerzés volt a fő tevékenységük és az egyetlen irányultságuk. Ugye ezek koncernekbe, részvénytársaságokba, kartellekbe rendeződtek és komoly világuralmi tényezőkké váltak. És ez is volt a cél. És ez a hallatlan tőke koncentráció ez a mai napig tart, és egyes becslések szerint ez most úgy néz ki, hogy a világ megtermelt javainak közel 100%-a, mindössze 1-2% ember markában van. Tehát ez egy óriási egyenlőtlenség. Ez a nagyon nagy szélsőség is, tehát nyilván ez a szélsőségesség, mondhatnám így egyik fogalom, ami nagyon jellemző a Mihálykorára, de ez az egyenlőtlenség. Tehát, hogy gondolj bele, hogy ma, amikor azt mondjuk valakire, hogy na, ő az, aki valaki, vagy akire fölnéznek a fiatalok, vagy akik úgy hallunk, hogy nagy ember, meg ő az a valaki. Hát most csupa olyan emberről van szó általában, akik a fizikai szinten élnek el
eredményeket. Ugye messze nem emberi érdemekről van szó, hogy ő nagyon jó lelkű ember, meg hogy nagyon becsületes, meg megbízható, nem attól valaki, hanem az, hogy a fizikai szinten mi tudott összegyűjtögetni. Ugye, és arra néznek most fel az emberek, tisztelt a kivételnek, hogy olyanok vannak hatalmasságuk, akik olyan dolgokat halmoznak fel, amit mi nem tudunk. És ez a különbség. Vagy olyan dolgokat tesznek meg, hogy amiket mi nem tehetünk meg. És ha megnézzük az ő szemszögéből, látszólag és pillanatnyilag, mert fogalma sincs arról, hogy mit jelent, hogy boldogság, az boldogítja, hogy neki olyan javai vannak a fizikai világban, a fizikai szinten, ami a másnak nem lehetséges. És ugye olyan dolgokat tehet meg, amit más nem tehet meg. Így tolta szét az egyenlőtlenséget ez a világ. És ugye nem az a baj, hogy nem vagyunk egyenlők, mert hogyha most mindannyian, akik itt vagyunk, csak képzeljük, hogy mindenki jól él, zökkenőmentesen, normális munkatempóban, normális körülmények megteremti azokat a feltételeket, amit nyugodtan, boldogan él. Tehát mindenki, és az egész Földön így lenne, és ehhez képest lennének olyanok, akiknek ez nem elég, akkor nem lenne semmi baj ez a különbözőség. Csak ez úgy megy, hogy egymás rovására. Tehát amíg ő fejlődik, addig valakinek ő csak akkor tud jól fejlődni, hogyha a minél rosszabb körülményeket teremt. Hát a legkisebb befektetése akarja a legnagyobb hasznot elérni. Tehát ez az üzleti modell ott lett igazán fontos az anyagba szállásnak, ez az utolsó állomása. És hát ugye mit hoz még ez magával? Tehát az, hogy kialakul ez a hatalmas egyenlőtlenség, de most nézzük meg azokat, akik a magasban vannak, ugye ők, akik jól élnek, hogy mondjam, ők nem tudnak együtt érezni azokkal, akik meg nem. Tehát ugye ez hozza, ez a szélsőség, hogy azok, akik ezt ilyen áron szerzik meg, azoknak nincs lelkismereti problémáik abból, hogy mások. Ez a mások, azok most azt jelenti, hogy a Földön körülbelül 3,5 milliárd ember, mondjuk emberhez nem méltó körülmények között él. Tehát ilyen arányokról beszélünk a 7,5 milliárdból. Tehát annak a kevésnek ez nem okoz gondot. Tehát itt ha komolyabban vesszük ezt, akkor itt a testvériség hiánya. Tehát nem érzi testvérnek a másik ember. Ezek a francia forradalomnak a szlogenjei, mert ugye nagyon nemes fogalmakat tudtak maximálisan porba tiporni. Ez a szabadság, testvériség, egyenlőség. Tehát ugye több száz évvel megelőzi Mihály Forrát, de hát így tudott beteljesedni. És hogyha megnézzük a harmadikat, mondjuk a szabadságot, hát nézzük meg. Hát ugye a fejlett világ embere soha nem volt még ilyen kiszolgáltatott állapotban. Még a látszólagos jólétemben is. Víz, gáz, villany, élelmiszer. Semmit nem termelünk magunknak. Tehát nincs önálló viszonyunk a természettel és a saját életünkben. Nekünk ki vagyunk szolgáltatva mindenféle hatalmi erőknek, gazdasági struktúráknak. Tehát látszólag jól élhetünk ebben, aki ügyes és jól csinálja, de gyakorlatilag itt a szabadságnak nyoma sincsen. És ahhoz, hogy tovább menjünk, érdemes egy másik hármasságot is akkor figyelembe venni. Ugye ez a művészet, tudomány, vallás. Ugye ők azért hajdanán ugye egytől fakadtak. Tehát mind három az emberért volt, és mindig az isteni gondviselés volt a háttérben. Talán a vallással érdemes kezdeni, mert a legjelentőség teljesebb esemény, ami nagyon kihatott utána az egész emberiségre, az az ő keretein belül történt meg. Még pedig 869-ben a IV. Konstantinápolyi zsinaton a katolikus egyház intézményes keretek között megfosztotta az emberi hármasságot, a testek szellem hármasságát a szellemtől. Ez kinyilvánította, hogy nincs szellem, csak test és lélek van, és a léleknek vannak bizonyos szellemi adottságai. A legmagasabb rendű lényiségünket, vagy a principiumot szakították le az embertől, tehát azt a részét az embernek, amivel a mai napig még gondunk és dolgunk van, tehát az a lényi rész, amelyik az isteni világgal a mai napig kapcsolatban van. Ez egy ennyire jelentőségteljes dolog volt 869-ben, és ez utána szépen, lassan beépült minden területre. Amúgy jellemző az egész Mihály korára az, hogy
hogy ez a holisztikus gondolkodás ez maximálisan felrobban, apró darabokra minden. Tehát maga a vallás is, bár a nagy vallás szakadás az nem éppen Mihály korában van, de amikor azt mondjuk, hogy gombamódra szaporodnak az új felekezetek, miközben drasztikusan csökken azoknak a száma, akik a felekezetre járnak, hát akkor azért nem azt kell gondolnunk, hogy egyre több hely lesz, meg lehetőség a Istennel való kapcsolatra, hanem azt, hogy az a kevés dolog is még apró darabokra hullik. Tehát ebben a folyamatban van most is a egyházi világ. És hát ez az esemény ezekkel a folyamatokkal teljesen áthatották az életünket, főleg Mihály korát. Ha tovább megyünk a tudomány részére, ott is ugye ugyanúgy lehet látni ezt a felaprózódást. Tehát apró területekre osztik a tudomány, nem tudja az embert vizsgálni és az ember is környezetét. Ugye arra volt hivatva az emberi organizmust, az ember és a környezetének, a természetnek és akár az Istennel való kapcsolatát vizsgálja, működését. Hát, hogyha nincsen szellem, akkor eltűnik a morál. És akármennyire szeretné az embert szolgálni, szellem nélkül csak ideig, óráig, csak részben tudja szolgálni. És hogyha megnézzük azt, hogy a tudományos gondolkodás a legnagyobb erőkkel hova összpontosít, tehát mondjuk hova teszi a legtöbb pénzt ahhoz, hogy ő tudakodjon és eredményeket érjen el, akkor az a vadipar. Érdekes, hogy nem mi vagyunk a középpontban, hanem az, hogy milyen haditechnikát lehet még, és utána abból még kapunk vissza új technikai találmányokat 10-30-50 év múlva a háztartásban. És a második helyen a gyógyszeripar. Tehát ennyit az egészségről. Ugye mi a baj a gyógyszeriparral? Tehát ez egy érdekes, hogy ahol ez a üzleti alapmodell, ugye a legkisebb befektetés, a legnagyobb haszon találkozik azzal, hogy tudományos gondolkodás. Hát egyszerűen ellenőrzek van. Tehát nem mondja, ne gondolja senki azt, hogy egy nagy tőkés vállalkozó, világcégek csinálják már a gyógyszereket, ugye nem kis patikák. Hogy ne gondolja senki, hogy ezek az érdekcsoportok, ezek tényleg arra vannak kitalálva, hogy én egészséges legyek. Tehát ő el akarja adni, hogy a legkisebb befektetés, legnagyobb haszon. Őt ez érdekli, nem az, hogy egészséges vagyok. De ugyanígy az élelmiszeripar, az ugyanez a cipő, ellenérdek van. Tehát amikor biztos láttátok már azt a filmet a francia növénytermesztőkről, hogy ilyen óriás Magyarországnyi területeken termesztik a áruházláncokba menő zöldségeket, gyümölcsöket. És akkor olyan vegyszerek vannak ott, hogy a családokban, a gyerekkorban már a rákbetegség általános. Tehát a saját életüket is tönkreteszik vele, de nyilván utána mi ezt kapjuk. Tehát ott is nem gondolhatjuk azt, hogy aki így gondolkodik, hogy üzleti elv alapján, hogy ő neki az lesz az érdeke, hogy az én asztalomra a legfrissebb, a legjobb, a legegészségesebb termék kerüljön. Tehát ugye ez a morál nélküli gondolkodás. És hát a tudományos gondolkodásban azért vannak érdekességek, tehát a filozófia területén. Tehát nyilván a materializmus, hogyha utána nézzük ember, akkor az nem egy új keleti dolog. Nem pont ugyanezt gondolták végén, amikor az anyagról gondolkodtak. Na de hát ugye azért nálunk megvannak az ikonikus figurák, Marx és Engels, az nálunk még erősen él ennek a tudata. Hogy oda jutott ez a materialista gondolkodás, hogy azt mondja, hogy az emberi létezésben az anyag az elsődleges. Ugye a tudat és a gondolkodás is ettől függ. Vagy, hogyha ehhez még hozzárakjuk az egzisztencialista Friedrich Nietzsche-t, ugye, aki megtagadta a kereszténységet, és hát neki van egy ilyen jó szállógéje egy munkájában, tehát egy írásában az egyik fős mondja azt, hogy Isten halott, és mi öltük meg. Tehát maga ez az Isten halott, ez Nietzsche-hez teljesen hozzáigódott, mert az ő gondolkodásában tényleg ez egy deklaráció volt. Hogy Isten az halott. Kész. És ő azért leírja, hogy neki több baja volt a kereszténységgel. Úgy látta, hogy a egyházi gondolkodás és ezen belül a kereszténység az nem életre való embereket nevel. De a legnagyobb baja igazából az volt a kereszténységgel, hogy azt látta, hogy akik a kereszténységet tanítják, azok nem azt szerint élnek. Azért ez egy megfigyelés volt.
Tehát a tudományos gondolkodás az maximálisan elmerült az anyagba. Ráadásul a tekintete is úgy ment az anyagba, hogy azt gondolta a tudomány, hogyha az anyagi részecskének az egyre kisebb elemeit vizsgálom, és annak a törvényszerűségeit, akkor ma X fog következtetni az egészre. Hát elhelyett elveszett a részletekbe, maximálisan. Ezt csinálja a tudomány. Hát az egészségügy, ugye az a tudománynak az a része, ami legjobban ránk, ez pontosít, ugyanebben a cipőben jár, tehát holisztikus szemlélet nincsen, nem látja az embert egészben, felderítésben rettentő jó, tehát a műszerezettsége is az, hogy fókuszál bizonyos területekre, tehát ő minden változást nagyon gyorsan ki tud szűrni, viszont nem tudja, hogy miért történik. Tehát meggyógyítani embert a mai világban nagyon nehéz lesz, ezt a következő alkalommal szeretném jobban kifejteni, tehát hogy mivel nem ismeri az embernek a működését, ezért képtelen arra visszatérni azok a változásokat, amiket nagyon jól megfigyel, hogy azok miért jöttek létre. Tehát okra nem tud. És hát nyilván ez most egy általánosítás. Hát talán a tudományról még annyit, hogy ugye beszéltünk a hadiparról, tehát azért amikor ez a tőke koncentráció elindult a világhatalmi törekvéseivel, akkor ugye rögtön a hatalmi vágy hozzácsatlakozott ehhez a tervhez. Ugye a hatalom az már animán, és hát amikor a század elején ugye a fejlett világ úgy gondolta, hogy a világot újra el lehetne osztani mindenki, mindenkinek voltak elképzelései, hogy lehetne a saját érdekeit jobban képviselni, hát nyilván ezzel a gondolkodásmóddal elég könnyen eljutottak az első világháborúhoz. És a két világháború közötti szélsőséges gondolkodás, ugye ott a vesztesekről volt szó, tehát akik nem tudtak konszolidálni, nem tudtak újra felépülni, ott az emberek elégedetlenek voltak, ott a szélsőséges eszmék voltak azok, amik ilyen táptalaja voltak, hogy a következő világháborúig elinduljunk. Ugye az olaszoknál és a japánoknál ez a fasizmus volt, a németeknél a nácizmus, és ezzel párhuzamosan az oroszoknál megjelent a kommunizmus. Teljesen szélsőséges dolgok. De a lényeg az, hogy sikerült egy másik világháborút kirobbantani, és azért a tudomány, mint technikai vívmányaival jól váló módszer gyakorlatilag egy új dolgot hozott ebben a háborús gondolkodásban is, tehát ez a tömegpusztító fegyver. Még belegondolni is, azt még így utólag is, hogy erre összpontosulva egy tudományának a figyelme, hogy olyan dolgot tudjon kitalálni, ami minél több ember tud megölni egyszerre. És ugye ez a második világháború vége, Hiroshima és Nagasaki, amely gyakorlatilag két szempillantás alatt durván 300 ezer embert tudott megölni. És ez egy tudományos érdemlék is. Tehát ilyen volumenű feltalálások lehet, hogy más területeken nincsenek, ami ekkorát tud durrantani magyarán. Tehát ez is a tudomány, ezt hozzá kell tenni. És hát a művészet, hogyha az utolsó terület, tehát hajdanál a művész, az teljesen egy ilyen ikletett állapotban isteni segédlettel alkotta a munkáit. Mindig az ember volt a középpontban, és ott azért mindig nagyon sokáig, talán pont a 20. századig a szépség, mint fogalom, azért az alapvető volt. Ugye a szépség is honnan indult. Tehát amikor az ember körbenéz a teremtett világban, akkor látja, hogy az a természet, amit a Jóisten mellé teremtett, az olyan pompázatos, olyan változatos, olyan fantasztikus, hogy olyan nincs máshol. Tehát innen indul az a csodálat, amit az ember át tud vinni utána a képzőművészeti alkotásokra. De maga az ember, az emberi organizmus bonyolultsága, szépsége, az ugyanazokat az instrukciókat adta a művésznek, hogy egy ikletett állapotban, egy lehet egy kicsit másképpen, de mindig valami emelő dolgot vigyen, a lelkének szólva, egy emelő dolgot vigyen be az életébe. Tehát ez a művésznek ez volt a dolga. Tehát nézzük meg a 20. századot. Tehát izmusok széttöredezett, és még hozzá kell tenni, hogy a művészetnek mindig egy ilyen tükörtartás volt a
a feladata mellett, és hogyha most bemegyünk egy modern kémzőnözeti kiállításra, hát nem csoda, hogy nem érezzük olyan jó magunkat, mert ugye ott egy tükröt kapunk. Ilyen a világ jelenleg. Mindig erősen hozzáteszem, hogy tisztelt a kivételnek. De azért elég sok ilyen helyen jártunk, nagyon sok ilyen helyen. Tehát ez is egy tendencia. Tehát ugyanazt a tendenciát követi, hogy egy szellemtelen világban nem lehet olyat alkotni, ami igazán az emberről és az ember és az Isten kapcsolatáról szól. Ezt akkor szokták még úgy is mondani, hogy felgyorsult világ. Most ezt én úgy részben osztom, hogy felgyorsult, mert valamelyest felgyorsult nyilván, de az a gyorsaság, amit annak érzékelünk, ez igazából egy ilyen felfokozottság. Egy olyan intenzitás, ami valójában nem hatékony. Tehát, hogy csináljuk, ugye mindenben részt veszünk, de hogyha megnézzük jól, hogy egyiket se csináljuk jól. Ugye nem hatékony ez a pörgés, ez az intenzitás a mai világban. Felgyorsultak mondjuk, de nézzük meg, hogy nem hatékony. Akkor azt mondjuk, hogy a fiatalok egyre korábban érnek. Na de hát nem érnek be. Szóval egyszerűen nem lesznek felnőttek, nem tudnak önállóan lenni, nem tudnak elköltözni, nem tudnak családot alapítani. Tehát, hogy lehet, hogy korábban kezdődik a fizikai érés, testileg látszik, nem tehát szellemileg, meg lehet, hogy sosem fejeződik be. Tehát, hogy ez gyorsnak, nem mondanám gyorsnak. A gyorsaságot az talán inkább a generációváltásoknál lehetett elérni. Tehát ugye ez az XYZ generáció, indigó gyermekek, tehát biztos, hogy sokat hallottunk már erről. Az kétségtelen, hogy most egy generáció belül, tehát amit egy ember végig, azon belül az a változás, hogy a következő kiskorosztály mennyire más adottságokkal, tulajdonságokkal születik, hát az elképesztő, ez tény is való. És ugye azt mondják a pszichológusok, hogy hatalmas adottságokkal jönnek ezek a gyerekek. Na igen, de hogyha mi az örökség? Hát ha nem adunk a semmit a kezükbe, nem tudunk hozni olyan dolgokat, amit adottságokkal tovább lehet vinni. Az adottság önmagában, ha nem tudod kifejleszteni, az adottság marad. Tehát az az örökség, amit a mai ember átad a gyerekének, azt adottságokkal se lehet felemelni. Tehát ilyen helyzetben vagyunk jelenleg. És hát ugye most a pszichológiát érintettük, hogy a tudományos gondolkodásban pont a pszichológia volt még az, ami kötött minket egy szinthez. Ugye? Sigmund Freud és Carl Gustav Jung, ugye ők megalkották a lélek tudományát, pont Mihály korában, és ők is azt mondták, hogy a lélek így tart ez a figyelem, és ebből lehet megalapítani azt, hogy mi történik az emberrel. Ez amúgy halatlan nagy munkát végeztek, ez kétségtelen, és a pszichológia az egy nagyon hasznos tudomány, tehát nem bántani akarom, csak nyilván, hogyha itt van vége, akkor azt lehet sejteni, hogy, és a mai kor ez adja majd a példákat, hogy rengeteg olyan történetünk van, ami nem ebből az életből származik. Tehát egy karmikus dologgal a pszichológia nem tud mit kezdeni. És nekem az a meglátásom, hogy egyre több ilyen jellegű problémák van, ami nem a gyerekkorból van, hanem hozunk valami olyat, egy olyan csomóponti elágazást, egy olyan blokkot, egy olyan sérülést, amit lehet, hogy ebben az életünkben kell feloldani. De majd így innen nem tudjuk megállapítani, hogy mi az. Tehát egy pszichológia erre nem alkalmas önmagában. Tehát, hogy a tudományban még visszatérve a pszichológia is kötötte ezt a gondolkodást, amit az egyház elindított, hogy szellemtelítve van az emberi élet. Hát a szélsőségességet, amit említettem, az nyilvánvaló, az tetten érhető még a természet. Az, ami nagyon jó mutat. Tehát visszajelez nekünk. Ugye nem szabad azt gondolnunk, hogy a természeti változások azok, ez a hirtelen, ez a dinamikus változás, ez a nagyon szeszélyes és szélsőséges időjárás, ez ugye nem szabad azt gondolni, hogy ez mindössze csak a benzingőztől van, autóinkkal kibocsájtunk. Tehát, hogyha az ember megismeri azokat a karmikus következményeket, amivel egy ember beleszól az emberi világ szövetében, akkor tudja, hogy ez nem csak annyiból áll, hogy amikor meghalok, akkor majd megint újra kezdődik minden, hanem azért az ő életminősége az szolgál valamit. Ugye vagy az éltető erőket szolgálja, vagy pedig amelyik lebontja. A lebontó erőkre is szükség van, de azért nem mindegy, hogy mit szolgálunk.
hogy a kettő között meg, tehát ilyen semleges élet olyan meg nincs. Amikor majd Mihály mérlegel, amikor eltávozunk a élők sorából, ott majd nem lehet azt mondani, hogy egy kicsit jó voltam, vagy nem voltam nagyon rossz. Szóval ezt lehet sejteni. És hát nyilván Mihály korában történtek azért olyan dolgok is, amik próbáltak előre vinni. Most itt a 60-as évekre gondolok, ahol a New Age nevű szellemi áramat elindult. Ez egy nagyon izgalmas történet, ez megérdemelne egy külön előadást is, ahogy New Age. Mert hát ez a multikulti alapja, tehát gyakorlatilag a New Age az összehozott mindent egy kalapba. Tehát gyakorlatilag ott a tudomány, a ezotéria, a spirituális dolgok, a működő, nem működő ezoterikus dolgok, az asztrológia, szóval minden ott van, csak tudunk választani belőle. Tehát én azt látom, hogy az ellentéterők kipakoltak mindent az asztalra. Kihasználták azt, hogy a Mihály korának embere az felkészült arra, hogy ezeket a tudásokat befogadja, és hogy igényli is a lelkeményén. Tehát egy igénykielégítésről van szó, csak onnan az ellentéterők odapakoltak mindent az asztalra, hogy tessék, válasszál! És aki nem ismeri a korokon átívelő tudás változását, tehát a különböző kultúrkorszakokban lévő tudások azok hogyan alakulnak át, hogy ami mondjuk pár ezer évvel előtt az emberiséget építette, az most lehet, hogy ebben a korszakban egy lebontó erővé vált. Tehát hiába hozzák vissza az 5000 éves bölcsességeket, ha az most nem igaz, most nem erre van szükség. És ugye, hogy választ az ember ebből a nagyon nagy pazar kínálatból? Hát az ego fog választani, és hogy választ? Főleg, hogy amikor azért ne felejtsük, hogy nulláról indulunk. Tehát ami érdekes, ami izgalmas, spirituális. Szóval ezoterikus. Tehát, hogy hát olyan dolgokat választunk, ami ugye általában valamiért nem a nehéz munkát kínálja. Tehát nem azt mondják neked, hogy lépjél rá az önismereti útra, csak ne felejtsd el, hogy ez élethosszig fog tartani, nagyon kevés eredménnyel fog járni, és fájni fog sokszor. Tehát, hogyha így kezdenek valamit, akkor valami nem ezt választjuk, hanem egy csomó minden más, ami nagyon izgalmas. Tehát, hogy a New Age így vitte be az embereket a vállásba, nyilván nagyon sok jó eleme volt, és nagyon sok embert elindult az úton. Tehát azért, aki már ott van az érzékenységében, hogy tudott választani, vagy az adott szellemi szintjéhez képest tudott olyat választani, ami őt elindított, és utána már tudta, hogy akkor ez már nem, és akkor mehetünk tovább. De azért rengeteg képutat is adott a New Age. És hát ugye a szellemi szintekről próbálunk beszélni, akkor azért meg kell említeni egy-két dolgot. Tehát nyilván 1861-ben született egy hatalmas lény, aki beavatottként született, nem menet közben szerezte meg ezt a képességet. És ugye 1861, tehát majdnem pontosan 1000 évre 869 után, ahol az embert megfosztották a szellemtől, és ez az ember 63 éves munkájával, 63 évet élt, egész életét arra áldozta, hogy ezt az emberi szellemet, ezt visszacsatornázza az emberi gondolkodásba és az emberi életbe. Ugye Rudolf Steinerről van szó, akiről nagyon kevesen tudnak, pedig én bátran kimerem jelenteni, hogy az elmúlt pár száz év egyik legmagasabb szintű beavatottja volt. Ugye ő már ugye az a mester volt, aki nem engedte magát mesternek szólítani. Azért nem ismerik olyan sokan, mert ő nem használta ki a marketinget arra, hogy szólt mindenkinek, hogy én vagyok az, aki tudja, hogy működik a világ. Helyette több mint 350 könyvet írt a szellemtudományos gondolkodásról. Gyakorlatilag ő tudta megfogalmazni azt, hogy az emberi világ, ugye a csillagok és az emberi organizmus hogy teremtődött, végig tudta kísérni a szellemi látásával, és megalkotott egy sor olyan dolgot, nagyon fontos, amire szükség van a mai világban, folyamatokat elindítani. Tehát ő folyamatokat indított el. Ilyen az a Waldorf pedagógia, hogy a szellemi tudással a földművelés, ez a biodinamikus gazdálkodás sorolhatnám. A mozgáskultúrában is ott az euritmia, tehát a filozófiában, tehát sorolhatnám. Tehát ő volt az, aki egy személyben amúgy egy ellenpólust tudott képezni ebben a világban, ebben a süllyedő és anyagi gondolkodású világban. Tehát ez egy
egy nagy esemény ugye ebben a korban, tehát egy érdemes megjegyezni ezt az 1861-et, mert akkor történt valami. Ugye 1879 nyilván, amikor Mihály a szellemvilágból letosztotta az ellentéterőket, a következő dátum. Ugye 1899, akkor véget ér egy 5000 éves sötét időszak, a Káli Juga. De ez is pont Mihály korára esik. Ugye ez is egy változás, hogy a fény újra bekerült az életünkbe. A következő időpont az 1933, amikor az ételi világban Krisztus megint megjelenik. Tehát milyen érdekes, hogy miközben a szellemi látás Krisztust látja felélni a szellemvilágban, az ételi szinten, közben meg a fizikai szinten, akkor indul el a nácizmus, és indulunk a második világháború fel. A következő komoly dátum az 1998, ugye, aki a számmisztikában jártas, ez a 3x666-nak a megfelelője. Tehát aki utána akar járni, az láthatja majd, hogy 666 környékén is, és utájánál is történtek jelentőség teljes dolgok az életben. Ugye 1998 az ellentéterők egyik legmagasabbik, a szórát kezdi el működését. Ez az animál világ legmagasabb mélysége. Ilyeneket kaptunk még pluszba. Tehát mondjuk azt, hogy a Krisztusnak a legnagyobb ellenfele, mondjuk azt, hogy Antikrisztus. Hatalmas szellemi lény a másik oldalon kezdi el 98-ban működését. És ugye a szellemtudományos gondolkodásnak volt egy jóslata, hogy Arimán, hogy a halál és a hatalom fejedelme az a harmadik évezred elejét testet fog ölteni. Fizikai testet fog ölteni. És ezt az elejére tették, és nagyon sokan ezt a 2012-es esztendőt vérték annak az esztendőnek. Én annyiból tartom ezt érdekesnek és talán reálisnak is, hogy 2012-ben volt ez az egész világot átható tömeghisztéria, ahol elpusztul a világ. Biztos emlékszünk rá. Biztos. Így van. Maja jóslattól elkezdve, de hát ezer helyről jött az a dolog, hogy itt vége van a világnak, és ugye az a világméretű félelem, amiből ezt a lények táplálkoznak most le. Az elképzelhető, ez a világméretű félelem, ez egy alkalmas energetikát adott annak a testesülésnek. Ezt ilyen tudom képzelni. Persze ezt majd megtudjuk később. És hát ugye akkor beszéljünk arról, hogy mit kéne tenni, ugye Mihály korában. Tehát ugye most azt mondom, hogy beszéltünk itt Luciferről, Arimáról, Szórátról. Tehát ugye az a minimum, hogy az ember az érdeklődését ráfordítja ezekre a tudásokra, ezekre a lényekre. Tehát meg kell tudni ismerni az ellentéterők működését, dinamikáját, és gyakorlatilag a misszióját, hogy ők miért vannak. Ugye a Mihály korának egyik feladat az, hogy az emberi gondolkodást ezt ismét szellemmel át tudja hatni. Ugye maga a gondolkodás az hajdanán az isteni sugallat volt. Amikor az ego nem volt ilyen erős, mint most, akkor mi sokkal jobban tudtunk kapcsolódni ahhoz, ami az isteni világból jött. Csak az egónk, ugye az egy szűrő, átalakítja, mondhatnám azt is, hogy deformálja ezeket az információkat. És a fizikai világban megszerzett tapasztalatok, rögzült tudások, ezek átmossák azokat a sugallatokat egy ilyen személyre szabott világjá, ezért nem tud tiszta maradni ez a gondolkodás. Ugye ez egy nagy feladat, hogy megint szellemmel át tudjuk hatni. Ugye nagyon nagy szükség lesz egy tisztán látással. Ugye a tisztán látást, én biztos, hogy nem fogom tudni teljes mértékben elmondani, de azt mindenképpen lehet látni, hogy az ember elindul ezen az úton, akkor bizonyos dolgokat megért. Tehát megérti azokat a folyamatokat, amit az ő életét is irányítják, megérti azt, amit ahogy a világ működik, mert ugye elérhetők ezek a tudások, de megérteni ahhoz már kell egy kis szellemi érettség is, hogy tényleg értse az ember. Megérti az emberi működést, és felfigyel eseményekre egyre inkább, és meglát bizonyos dolgokat. Ez annyira nem feltétlenül kellemes dolog, mert amikor meglátod a barátodban a hibákat, és nem tudsz te vele semmit kezdeni, az nem annyira jó érzés. Tehát amikor az ember egyre a szellemi úton, és el kell egy picit is látni,
azokat nem úgy kell elképzelni, hogy ezek a nagy boldogságteli pillanatok, hanem először a fájdalommal találkozik az ember, látja azt, hogy mi van. Mert ami van, az meg nem annyira jó általában. De mégis ez a tisztán látás, ez szükségszerű lesz a későbbiekben. És hát nyilván azért szeretnénk iskolázást tovább vinni, hogy minél többen tudjanak becsatornázódni a rendszerbe. A tisztán látás. És hát nyilván lehet, hogy most jött el a kereszténységnek az ideje, úgy hiába van itt már 2000 éve. Gyakorlatilag most minden lehetőségünk van arra, hogy megértsük, hogy mi az, hogy kereszténység. Mert eddig nem sikerült, úgy tűnik, a döntős többségnek. Tehát most egyszerűen a mai embernek a gondolkodása az teljes mértékben alkalmas arra, hogy megértse azt, hogy hogy teremtődött a világ, hogy kerül bele, mindenki milyen felelőssége van ebben, és hogy neki mit kéne tennie. Ugye ez egy új Krisztus tudat a valóságban, ami a Golgotai misztériumnak a megértéséből, ugye a világ forduló pontjának a megértéséből, abból, hogy ha csak 3 évre is, de egy olyan lény testesült meg, egy nagyon komolyan előkészített fizikai testbe, ugye Jézus testbe, ami ugye nem az odiákusi erőtérből származik, hanem ő Isten fia. Olyan helyről jött áldozott hozni a fizikai szintre, ami az isteni szférából való, tehát a krisztusi megjelenést, ezt meg kell tudni érteni, és meg is tudjuk érteni. Ugye ez egy nagy feladata a mostani koremberének. Ugye a Mihály korának alapvető feladata az, hogy újra összekötni a Földet az éggel. Ugye a fizikai törvényszerűségeket ismét alárendelni a Isten, a szellemvilág törvényszerűségeket. Tehát nyilván az alacsonyabb rendet végre megint alárendelni a magasabb rendőnek. Ez egy alapvető feladat. És amikor azt mondom, hogy megértés, az előbb többször mondtam, hogy megértés, mert igen, mi meg tudjuk most érteni. Tehát ez egy jó adottság. Most gondoljuk bele, hogy a régiség embere pár ezer évvel ezelőtt, neki nem kellett érteni, hogy hogy működik a világ, hanem ott élt a természettel szimbiózisban. Neki nem kell tudni, hogy hogy hívják fejten azt a csillagot, tudta, hogy az arra megy, akkor neki most azt kell csinálnia, és úgy fog történni a termésben, az lesz. Ő tudta, hogy merre kell hazamennem. Tehát együtt élt a természettel. És az Istennel való kapcsolat egy sokkal ösztönösebb élmény volt. Nem kell gondolkodni rajta, nem kell megfogalmazni pontosan. Ugye a mostani világ, intellektuálisan kaptunk olyan lehetőséget ennek a rovására, amivel meg tudjuk érteni. Nincs meg a kapcsolat, főleg egy városi emberhetnek. Tehát nincs meg az a kapcsolat, ami kéne, még visszatanulható, viszont intellektuálisan visszatudjuk dolgozni magunkat ezeket a tudásokat a megértés alapján. Hogyha megértjük ezeket a dolgokat, ezeket a tudásokat, akkor ezzel tudjuk nemesíteni az értékrendszerünket. Mert a moralitás az valahol ilyen elbeszélve van. Tehát az értékrendszerünket tudjuk nemesíteni a megértéssel. És hogyha az értékrendszerünk fejlődik, változik, akkor az felébreszti majd a lelkismeretet. A lelkismeret pedig, hogyha egy élővé válik, akkor az pedig aktiválni fogja az akarati erőnket. És hát ebből az akaratból pedig születik a morális cselekvés. Tehát ez a kis folyamat, amit most leírtam, ez a Mihály korának egy alap feladata. Akarati erőnk azok teljesen le vannak kötve. Ugye ennél függőségeinktől elkezdve a szokásaikig. Tehát egyszerűen akarni tudunk legkevésbé a világban. Tehát amúgy ennyire sok akaratgyenge, hitetlen, bizonytalan ember a világon, szerintem soha nem volt, hogy most. Nem tudják, mit akarnak. Fogalmuk sincs, mit akarja. Nincs közük a saját életükhöz. Tehát ezért fontos ezt a folyamatot így gondolni. Ugye Mihály az egy kapu, az ünnepi évkörben is kapu. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy keresztény vallatási út, és az ünnepeken keresztül szeretnék menni, akkor ez az első, és ez, amihez még nem kell szellemi látás. Ez pont arról beszél, hogy meg tudjuk érteni. A tiszta gondolkodásra el tudunk indulni ennek az úton. Egy akarati útról van szó. És ugye az akaratunkat is, ahogy mondtam, tehát vannak akadályozó tényezők és tényezők. Tehát maga a félelem. Félelem a szellemvilággal való kapcsolat teremtéstől. Meg ez a bénultság, ez az akaratgyengeség, ezeket kell leküzdeni a mai embernek. Tehát egy lelki erőre van szükség, amivel tudunk mondani az úton. Ez mind Mihály korának a feladatai. És hát, hogyha azt mondom, hogy
gyakorlat életben ezer egy módja van. Tehát hogyha az ember felismeri, hogy ilyen egyenlőtlenség van a világban, akkor nyilván alap dolog, hogy minden életenes dolognak ellenpólusát kell képezni az embernek. Nem veszek részt azokban, hogy minél kevesebb veszek részt azokban a folyamatokban, ami az ember sors ellen van. Nem veszek részt ellen. Ez az alap. Az alap. Az egyenlőtlenséget valamelyest elnyitjuk, hogyha ezt megtesszük, akkor mit csinálunk? Mert az egyenlőséget sem kell tudni értelmezni. Tehát az a hely, ahonnan az ember lecsöppent a szellemvilágból. Ez a szellemlégió, amit úgy hívunk, hogy emberiség. Ez ahonnan származik, hogy mindenki egyenlő. Mellesleg testvér is. Tehát őket nem túl nehéz helyre tenni. Most a szabadság az meg egy másik érdekes dolog. Furcsa beleképzelni abban, hogy az egész univerzumban csak az ember szabad. Ha kitekintjük a világegyetembe, az összes bolygó és csillag, hogy ezek entitások, lényiségek, erőterek, ezek mind az isteni akarat szerint orrami pontosággal végzik a dolgokat. Semmilyen szabad akarat nincsen benne. Hogyha megnézzük az ember és az isteni szféra közötti lényiségeket, aki ismer, ugye már az angyali minőségben egy picivel van fölöttük. Fölfele minden lény, minden entitás, ami az emberiség szolgáltatban, az mind az isteni akarat szerint meghatározott rendszerint teszi a dolgot. Semmiféle szabad akarat nincsen. Csak nekünk van szabad akarat. És ez hatalmas felelősség, hogy ezzel a szabad akarattal amit teszünk, hogy melyik oldalt szolgáljuk. És hát Mihály korának embere, most ebben az állapotban, megnézzük, tehát testre lelkileg szellemileg lefokozott állapotban van. Tehát vissza kell tanulni a képességeit. De mi 3 éve azért kezdtük el ezt a munkát, hogy ismét visszatanítsuk a testünket a kapcsolatteremtés befogadására. Igen, az energiákat kifogadni. Hogy ismét visszatanítsuk a lelkünket, hogy morálisan meg tudjon nyílni az isteni világ felé, és hát ismét meg kell, hogy tanítsuk a szellemünket, hogy az ismét áthathassa önmaga a fizikai világba kényszerült lényiségét. Szóval nagyjából ezt gondoltam, hogy ekkorán megosztom veletek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Az elején a verset. Úgyhogy most bepotolnánk egy verset. Mert én elnézik Monikától, hát volt egy menet, tehát ugye elmond egy verset, és utána eljövök. De most ő mondja el a verset, miután én elmondtam.